az orvos mutatja, hogy és akkor itt a petezsák, és akkor fordít egyet, és látja, a másik is. Sokat kapott. Igen, sokat kaptam, mondom, úristen, egy is milyen nehéz lesz, hát még kettő. Koraszülésnél medence végű fekvés esetén császármetszés javasol. Jaj, nagyon kicsi vagyok, hol a felső? Most vitték el a mentősök, ebben a pillanatban. Virág és Ádám régóta egy társaságban jártak, de nem volt köztük semmi. Aztán egy buli után mégis összegabajodtak, és jött a szerelem. A házasság után pedig rögtön a gyermekáldás, mert gyakorlatilag, ahogy kitalálták, hogy gyermeket szeretnének, már össze is hozták. De nem egyet, hanem rögtön kettőt. Amikor Virág megtudta, hogy ikreket vár, kicsit kiborult, nem tudta, hogy mit fog kezdeni két gyerekkel. Azóta persze megbarátkozott a gondolattal, boldogok. Virág a 32. hétben van, és reméljük, még néhány hétig bent tudja tartani a babákat. Itt a Sote 1-es számú női klinikán fog szülni. Idilli környezet, távol a világ zajától. Ebben a csobánkai frissen épített házban laknak a friss házasok Virág és Ádám. Ők ketten tényleg olyanok, mintha egy mosolygós plakátról léptek volna le. Ádám, aki édesapjával saját építési vállalkozásukat vezeti, büszkén mutatja, hogy mostanra már tényleg csak egy gyerek. Pontosabban kettő hiányzik az életükből. Virág ugyanis, ahogy már az elején mondtam, ikreket vár. Hol mutatjuk először, hogy hol készültek azt? De ez nem... Ja. Már ezt mindenképpen tudományos alapon szeretném megnézni. Jó, akkor parancsolj. Hol lehet ezeket csinálni? Többek között itt is. Aha. De egyébként ez a hálószobán. Ezt meg akarom mutatni, nagyon előtt a kék szín, csak hogy lássátok, hogy milyen cuki férjem van. Ez a szópipárna, ezzel most még csak aludni szoktam, mert különben nehéz. Olyan nehezen kelek már föl ebből a mély ágyból, úgyhogy eredetesen memória habos a matrac. Milyen? Memória habos. Tudod, egy lefekszel és így köréd jön. Hogy nem bírtam fölkelni a éjjelent a négyszeri pisiléshez, és ugye a építőiparos férj belefúrt nekem egy bilincset, ide rakott egy kötelet, és akkor amikor fekszem, és nem tudom fölkelni, akkor így kelek éjszaka. Ki a mostóban, mert annyira alacsonyan van és olyan nehéz, úgyhogy így nem kellett felkeltegetnem, hogy toljon már ki az ágyból, hogy könnyebb legyen, hát még hogyha ez nőni fog, úgyhogy ez azért ilyen szép, ez majd innen kikerül. Te egyébként el nem változott a Virág, mióta várandós? Igazából nem. Jaj, de aranyos. Nem érzem, úgyhogy semmi, tehát nem hisztis, tehát nekünk ilyen szempontból szerencsénk van, abszolút nem hisztis, nem rosszul sincs, ebben is nagyon szerencsénk van. Már meg se szólalok, mert tényleg mindenki örülne, ilyen terhessége lenne, akár egy gyerekkel, nem, vagy kettővel egyszerre. Tényleg egy hány inger, egy hányás, semmi ilyesmi nem volt, de mégsem szeretem úgy ezt a helyzetet, vagy ezt az állapotot, vagy így nem szállt még meg ez a két méterre lebegünk a föld fölött, és mekkora csoda történik. Csoda történik, mert amikor mozognak, akkor azért úgy mosolyogtat, meg úgy jó érzés, de úgy összességében azért úgy hadilábon állok én ezzel, nem biztos, hogy olyan szívesen lennék 6-7-szer egymás után várandós. De miért, mert hogy kényelmetlen, vagy mert nem szereted, hogy a tested változik? És az, igen, az úgy fura, hogy egyre bálnább néz vissza a tükörből, és a hát szellő mondjuk sose voltam, de ilyen elefánt és bálnak között nem jártam még, és az úgy fura, hogy úgy nem én. Nem. Hogy én végig gondoltam, én sajnálnám, ha nem lenne gyerekünk. Mondom, jó, akkor legyen. Mikor? Most? Hát akkor mire várjunk? Jó, és akkor azzal a lendülettel kivettem a ilyen hormonális fogamzás gátlót, aztán nem gyógyszert, hanem hüvelygyűrű a neve. Azzal a lendülettel kivettem, és kidobtam a kukába, hogy hát jó, akkor majd valami lesz, ugye? Mindig mondják, hogy fogamzásgátlás után még várni kell, meg akkor még nem ürül ki a szervezetben. Mondom, jó van, majd kiürül valamikor, valahogy valami lesz, és akkor hát ez így egyből sikerült. Édesapa foglaljon helyet, a másik széket ezt intézzük. Jó, tessék felém jönni, kicsit közelebb még, oké? Okay. Szép nagyok ők, már a 37-esen, úgyhogy már minden tagjuk össze van gabajodva. De majd valahogy kibabozzuk őket, hogy melyik kié. Ez az utolsó 3D-s ultrahang a Biobank diagnosztikai centrumában.
A babáknak ott bent egyre szűkebb a hely, de jól vannak. A B-babát néztük eddig, az ő lepénye. B-baba lepénye. Kettes-hármas fokban érett, azért ez már messzesedik egy picit, anya, nem tudom mennyit pihen. Pihenget azért? Most mit merjek mondani? Nem. Akkor tessék. Ez a fehér csíkok foltok, ezek a messzes foltok benne a lepényben, és ott azokon a helyeken nincs anyagcsere. Uh-huh. Jó, előregszik a lepény, de még egy picit fiatal a terhesség ahhoz, hogy már most előregedjem. Virág és szülészorvosa egyébként azon gondolkodnak, a babák és a kismama biztonsága érdekében a legjobb, ha programozott császárral szül a kismama. Erre, hogy most az ultrahangos vizsgálaton is kiderül, nyomós orvosi indok van. Egyébként, ha így maradnak ebben a pozícióban, akkor levették a döntés súlyát anya válláról. Mert amikor az A faros, akkor így összeakadna a fejük. Kint van az egyiknek a törzse, összeakad a fejük, és annak nincs jó vége, senkire nézve, se anyára, se gyerekekre. Virágék mindezeket hava nem ijednek meg, akkor császár lesz és kész. Ők már túl vannak az igazán nagy sokkon, ami az első ultrahangos felvételen érte őket. Az orvos mutatja, hogy és akkor itt a petezsák, és akkor itt van benne, és látja, igen, látom. És akkor fordít egyet, és látja, a másik is teljesen jó helyen van, és egészséges, és akkor nem mondom, doktor úr, ez ugyanaz. Én annak először sokat kaptam, mert én egyszerre láttam a kettőt, tehát amikor átfordította ugye az ultrahangot, akkor én egy pillanatra láttam, hogy a két magzat villan föl. Én meg ugye ott feküdtem, hogy kitekert nyakkal, és hát én mondom, de hát doktor úr, ez ugyanaz, csak poénkodik. Nem, hát nézd meg, itt is van egy. Jaj, mondtam, dehogy is, hát nekünk honnan lehetne ikrek, azt örökölni szokták a családba, sehol nincs iker, amúgy is olyan ritka dolog, hát hogy lenne nekünk, hát eszembe nem jutott, hogy mitől. Akkor Ádi már odaállt, mert már megfogta a kezem, mondom, Jézus. Mert ugye én láttam a kertet, és akkor ugye mondja az orvos, hogy jó, akkor megpróbálom úgy forgatni ugye az ultrahangot, hogy egy monitoron legyen ugye mind a két magzat, és akkor úgy fordítottak, ott tényleg ott volt mind a kettő, és akkor Virágnak akkor fölt le a kávé igazából. Akkor elkezdett ömleni a könnyed, nem tudom, hogy, tehát hogy ilyen... Mit fogunk csinálni? Tehát ugye volt ez a másik. Akkor egyben egymásra nézünk mind a ketten egyszerre, kicsi a ház, ugye, mert ugye egy gyerekszoba volt tervezve, hogy ugye majd eladjuk, mit tudom én szólik már. Fölpörögtek az események gyakorlatilag. Én ott tehát ott a Virágot teljes, tehát a sokkot kapott. Igen, tehát, sokkal kaptam, mondom, úristen, egy is milyen nehéz lesz, hát még kettő. Egy hónapig vártak és barátkoztak a gondolattal, hogy ikreik lesznek. Senkinek sem mondták el a nagy hírt. Aztán karácsonykor a szüleiknek egy-egy titokzatos csomagot nyújtottak át. A mit sem sejtő nagyszülők pedig kicsomagolták a két pár cipőcskét és a babás könyvet. Jaj, nem! Úristen! A hatás ugye leírhatatlan volt. Jézusom, de Most beszéltünk róla valamelyik nap. Jó, gyerekek, gratulálunk! Ezt a sikítást, ezt a boldogságot. De még akkor mi nem tudtuk, hogy miért van kettő. Hát mondom, vagy fiú, vagy lány, azért van egy rózsaszín, egy kék cipőcske benne, és akkor csak egy jó pár perc elteltével, hogy anya, szülők, ez nem minden, mi van még? Ketten lesznek. Úgyhogy lehet ez aztán, minket nem sokkolt, tehát ugye ennyi, ekkora öröm. Aztán néhány héttel később kiderült, hogy Virágnak és Ádámnak fiaik lesznek. Hát ugye három névre korlátozottak a fiú neveink, és nem tudtuk eldönteni, hogy háromból melyik kettő legyen. Úgyhogy szavazást indítottunk a családban, tehát a nagyszülők, a leendő keresztülők, és a nagynéni, az Ádi húga, az egy darab nagynéni szavazott, hogy akkor a három névből melyik kettő, melyik párost javasolják ők, és akkor itt látható az eredmény, Áron kapott három szavazatot, Milán hatot, Zalán hetet, úgyhogy Milán Zalán lesz a két fiúkánk neve, de furáz. Ezek után az egész család nagy lendülettel készült Milánra és Zalánra. Virág anyukája kiságyba való dolgokat varta, Ádám fúrt, faragott,
Virág pedig, mint a Csobánkai önkormányzat tagja, még dolgozott is. Kiegészítések a három igennel a bizottság elfogadni a hasonló. És akkor mehetünk sorba. Tudjuk, hogy nagyon sokat fogunk már röhögni, hogy persze, ott van két gyerek, és mit kell csinálni, úristen, mindegy, fog meg valami legyen, hogy már látjuk előre, hogy nem vagyunk ilyen nagyon kétségbe esős típusok, úgyhogy biztos, hogy sok mindent majd így poénra veszünk, legalábbis reméljük, hogy ezt nem hoz ki belőlünk már. Másfél hónapja nem tudjuk, hogy mi mennyire lesz poén. Virágék tehát nem hagyják magukat stresszelni. Most már minden a helyén, a legfontosabb pillanatokat pedig szorgalmasan dokumentálják. Például azt, amikor átveszik a szettet, amiben az orvos a fiúk megszületése után az őssejteket tartalmazó vért és köldökzsinór szövetet gyűjti majd. Szobahőmérsékleten kell tartani az üres készletet is otthon, illetve a készleteket majd, amikor már a minták benne lesznek, akkor is szobahőmérsékleten vár minket a kórházba. Azért nem kell semmilyen speciális körülmény, mert található a készletben ilyen hűtőtasak, ez optimális konstans hőmérsékletet biztosít. Sziasztok! Most megyünk a baba első segély tanfolyamra. Hogyha bármi probléma adódna otthon, akkor azért tudjuk, hogy mihez kell nyúlni. 5 befújás, az orrát száját befújva, közben oldalra nézem a mellkasnát, hogy emelkedik-e, süllyed-e. Aztán egy hét múlva csöngött a telefonom, Virág hívott, hogy kórházba került. Kéki Kira kolléganőmmel a Semmelweis Egyetem egyes női klinikájára siettünk. Kokó! Na mi van? Mi történt? Szerintük fájásaim vannak. Szerintem semmi. De miért jöttetek be? Tompán elkezdett fájni a derekam. De így egy napig folyamatosan. De amúgy is derékfájas vagyok, de gondoltam biztos a megnövekedett súly miatt. És akkor így megkérdeztem így emberkéket, hogy ez mennyire normális. Úristen, ketteresednek kezdett, hát így a szülés, menjek be a klinikára, úgyhogy bejöttem. Bírom, hogy nem, hogy egy nagyon parázós típus. Hát valahogy lesz, hát most mit tudjuk. Nem, mert hogy a férje tegnap azért eléggé meg volt ijedve. Hát igen, meg volt, de nem tudta, hogy eltűntem, bejöttem oda a vizsgálatra, és 50 percig nem jöttem ki. Úgyhogy nem értette, hogy mi történik, amikor csak alig fáj a derekam, és akkor úgy menjünk be. Jó, hát csak biztos azért fáj, mert nehezebb. Jó, mindegy, menjünk be. Tehát igazából úgy indultunk, hogy nem maradok. De Virág bizony marad. És mindjárt kiderül, hogy az orvosok nagyon is jól tették, hogy nem engedték őt haza.